Add ide a kezed, és húzzá egy kártyát. Tedd le elém ide az asztalra. Valami komoly gond van körülötted. Nagyon el vagy foglalva önmagaddal. Valami szomorúság ért az elmúlt időbe, ami úgy tűnik, hogy megváltoztatja majd az egész életedet. Gyereket fog születni 2 éven belül. Gyönyörű kislányod lesz. Az összes gondjaidat el fogja mulasztani. Kérlek, adj egy gyűrűt. Meg kéne fognom a kezedet, de mivel messze vagy, egy gyűrűt kérek tőled. Amíg én fogom a gyűrűt, te nézd meg ezeket a kártyákat. Válasszál ki belőlük egyet, és add a kezembe. De ne nézd meg! Hamisságot látok körülötted. Olyan emberek vesznek körül, akikben nem igazán bízhatsz. Nagyon szomorú vagy a házasságod miatt is. De ha türelmed van, még mindig rendbe jöhet az életed. Légy türelmes. Körülbelül 2 év múlva. Húzzál egyet. Ne nézd meg, tedd ide elém. Valami nagy öröm fog érni. Virágzó, szép dolgot látok a házad körül. Semmiféle olyan dolgot nem érzek, ami ezt a fantasztikus dolgot elhomályosíthatná az életedbe. Gyereket fog születni. 2 foggal, burokba. Táltos lesz, csak nagyon ritka nők, akik táltosakat hozhatnak a világra. Ahová tenni szokta. Ahova!
De hova? Ahova. Hova? Oda, életem. Ahova. Ahova. Bizony. Bizony. Kabbe. 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 Egyébként minden rendes lakásban a porszívónak állandó helye van. Rendes lakás? Hát miről beszél ez? Egyébként, amíg itthon vagyok, ne porszívozz, mert nem bírom a hangját! Egyébként, amíg itthon vagyok, ne porszívozz, mert nem bírom a hangját! Mondd meg anyának, hogy ne utánozom, mert tökörrugom. És porszívózok, mert por van. És ahol por van, ott porszívózni kell. Allergiám van. Allergiám van. Borsó vagy mexikói? Elég! Elég! Te, elég. Te, mondd meg apádnak, hogy barátilag üzenem neki, hogy kéne némi spritzni. Ide figyelj! Ameddig legalább kettőbe tudjuk szedni ezt a rohadt lakást, addig hagyd békén, vagy segíts valamit, vagy csináld te is! Szegény apád, évek óta mindent egyedül. És vezeti a háztartást. Meg benneteket, ugye drágám? Mosol, főzöl, porot törölsz. Hát én erre a kis időre már nem akarom megzavarni a szokásaidat. Te nem is vagy nő! Mama, te nem is vagy nő. Pillanat. Drágám, te melyik oldalon hordtad annak idején? A szádban. Hát ez határeset. Néha csak ugyanúgy érzem, hogy férfi vagyok. Mi az ebéd, anyukám? Ha? Paradicsomleves. Resztelted a májat, mert a tojás a fejemen van, mi? Sört hoztál. Mama, mama, elég volt. Megöllek! Kifordítom a beleidet! Ez az egyetlen biztonságos hely. Be lehet zárni. Vigyázz, koszos lesz. Nem baj. Gyere. Mit csináljak? Mászunk ki, gyere. Vigyázz. Ez nagyon magas. Vigyázz. Sára! Sára! Degenerált barom állatok! Degenerált barom állatok! Degenerált barom állatok! Öljétek meg egymást! Degenerált barom állatok! Degenerált barom állatok! Árva gyerek akarok lenni! Árva gyerek akarok lenni! Árva gyerek akarok lenni!
Szépen beidéztetem a pubikádat a vállóperre. Azonnal látni fogják, hogy egy óvodás. A rohadt életbe, gyerekek! Menjetek fel a szobátokba! Kristóf, vidd fel a gyereket a szobájába! Téged pedig azonnal ott is tartanak, és jól le is csuknak. Ifjúság elleni büntet címén. Megrontás, Lilium tiprás. Melyik felit kéred? Jaj, de okos. A kisujjamat se kell mozdítanom. A bíróság nekem ítéli a gyerekeket. Automatikusan, érted? Automatikusan. Jó, ezt már annyiszor megbeszéltük. Fölösleges a gyerekek előtt mindent előről kezdeni. Miért fölösleges? Miért lenne fölösleges? Miért ne tudhatnánk meg idejében, hogy az édes anyukájuk egy szájba lökött kibaszott ringyó? Plusz Lilium tipró. Menj már innen. Bocs. A tiéd hány éves is? Láttam a combját. Garfiolos. Azért van, mert terhes. Gratulálok. Köszönöm. Egyébként én is. Kurva életbe! Kurva életbe! Állj meg, szétverem a pofádat! Jó, rendben, csak ne a gyerekek! Mi az, hogy ne a gyerek előtt? Mi? Pofátlan ide állsz, és azt mondod, hogy terhes vagy egy óvodástól? A kurva életbe! Igen, szeretem! Mi csinálsz? Szeretem! Ez most itt egy őszinte vallomás. Szeretem! Te beleszerettem egy 20 éves gyerekbe, az anyja lehetnék, és most elmegyek. Nem tudom, föltűnt eleget, hogy elmegyek. Basta! Basta, te itt maradsz, és akkor mész el, amikor én nem, mondom. Nem, akkor megyek, amikor én akarom. Nem, kicsim! Te itt maradsz, és akkor mész el, amikor én akarom. Na, befelé! Te az enyém vagy. Érted? És itt maradsz, és nem adlak oda senki másnak. Legalább reggel ne. Miért ne? Meglátlak és megszomorodok. Nem tudsz főzni. Nem tudsz gyereket szülni. Olyan vagy, mint egy bábú. De egyszer letépem az állarcodat. Ez az arcom. Egy frászt. Mindig megjátszod magad. Színésznő vagyok. Igen? Uh-huh. De én nem vagyok a közönséged. De tudod mit? Annyira fontos neked a színészet. Bár szerintem az is tök tehetségtelen vagy. Akkor jázd el a konyhatündért és a gondos családanyát. De hát én nem akarok gyereket, az alakom, a karrierem. Jó. Akkor ma séróból elpróbálunk egy hétköznapi jelenetet. A címe a tojás. Na. Na. Oh. Stanislavski, minden élesben megy, háló nélkül. Ne csináld ezt. Na. A főhősnő egy nehéz nap után hazatér Pétervári otthonába, ahol már várja őt az ő kis férjecskéje. Ezt én alakítom. Igen, éhesen. A főhősnő megkérdezed,
hogy... Hogy? A faszom. A faszomat? Remek. Na erre rögtön ezután fog kérni. Nem ennél valamit, Aljósa Perestrojkevics? Nem ennél valamit, Aljósa Perestrojkevics? Szabotálsz. Megfojtlak. Nagyon buta vagy, de azért ennyire nem. Tudod, hogy hal meg a női agysejt? Magányosan. Ez megint jól esett. Halló, halló, halló! Sapka nélkül a vízbe ugrálni tilos! Tessék kijönni! Bár jövök, na. Csak nem volt olyan jó. Muszáj lenne még egyet csinálnom. Hát ez sem volt olyan jó. Mert a fejtartás nem stimmelt, nem? A végén. Amikor ugrottál. Micsoda? A fejtartással volt problémád. Mert nem volt rajtam sapka. Az lehetett. Igen. Lehet, hogy az volt. Hogy hívnak téged? Enci. Enci? Mikor jössz ki? Ez beszélget hozzám. Figyelj! Te bolond, te! Látja? Mégse omokos a mi palikánk, ha egy ilyen szép nagy darab nőt el tudott csábítani a férjétől. Hát ez azért látni kéne a férjet is. Elhallgasson maga olyan meroló öregember. Unokánk lesz. Pász. Nem lesz. Egyelőre nem. Most nem. Én tényleg szeretem a Palit. Tényleg nem buzi. Ezt a te százból hallani? Hát, garantáltan nem. Bocsánat. Szóval, hogyha te most megszülnéd, hogyha szülnél nekünk egy unokát, amit nyilván meg sem érdemlünk, de ha te ezt megtartanád most, a csillagos ég... Garantáltan le lesz neked hozva. Eladom az ékszereket. Megkapod ezt a lakást, mi elmegyünk egy kisebbe, ugye, Lóránt? Akarja írásban? Nem. Nagyon szívesen. De nem, de könyörgök. De nekem van egy férjem. Na és? Van két gyerekem. Na ja. A fiúk több mint 10 évvel fiatalabb nálam. Ez képtelenség, hogy én megszüljem ezt. Miért ne? Nem. De? Nem. Miért? Nem. Nem. Ki az az arattó? Hát... Az, aki a búzát izéli, nem? Nem. Az egy férfi, aki képeslapot küldözget neked. Igen, és mit ír? Hey, Barbara, Barbara! Itt a karácsony, de sokat gondolok magára. Még aludni se tudok, olyan sokat gondolok magára. Főzi a jó karácsonyi kaját. És eszik a jó kaját, én meg eszem a moslékot. Boldog úgy, hogy én moslékot eszek. És a Margit kihasznált, és elvált tőlem. És ezért megveri a jóisten magát. Mert elüldözött a feleségemtől és családomtól. Arató.
Ez egy őrült. Arató. Én ezt nem ismerem. Hát ő viszont elég jól ismert téged. Nem tűröm, hogy a lakásomban te gátlástalanul fogadd a szeretődet. Nekem viszont tűrnöm kéne, hogy az apám lakásában te gátlásosan keféld a modelljeidet, mi? Az más. Az egészen más. Mennyiben? Egy művészembert. Nem lehet ugyanabban a mércével mérni, mint egy másik művészembert. Azok nem a szeretőim, hanem a művészetem tárgyai. Én nem az agyammal festek, hanem a farkammal. Az látszik. Sosem fogsz engem megérteni. Az, amit én csinálok, az nem össze-vissza kefélgetés. Mint amit te rendezel, mint egy távoló orlikú sárlókanccal. Az, amit én csinálok, az voltak értelme beavatási szertartás. De leginkább baszás. Hol a kis baltám? Hány óra, te idióta? Azt kérdeztem, hol a kis baltám? Még mindig a kocsitban van? Nem, már az ágyamban van. Megáll az eszem. Én vagyok a Sziuk főnöke. Holnap indulunk a hegyekbe, hát nem érted? A mi törzsünk katolikus. Én csak katolikus lányt vetek feleségül. Na, nyomás, gyerünk, gyerünk, ébresztő, gyerünk. De én még nem váltam el. Uff. Hau. Ennyit se tudsz megjegyezni, te egészen hülye nő személy. Attól félek, hogy lejtesz. Mi van? Csak nem képzeled, hogy ölbe foglak venni. De azt úgy kell. Te nem tudtad, mert különben nem érvényes. Égő mokaszín testvérem, mondd meg csupa szívnek, hogy ölébe kell, hogy vegyen, és úgy tartson a kereszt vissza. Mit idétlenkedte? Én csak azt mondtam, hogy milyen pózba kell, hogy tartson engem csupa szív. Amíg engem égő mokaszínnak hívnak. Égő mokaszín testvérem. Mától a neved legyen keresztcipő. Ne csináld ezt, Enikő. Uff, én beszéltem. Hogy megmutattál mindent, ami szép, és megmutattál mindent, ami rút, hála legyen. Hogy boldoggá tett minden, ami szép. Már ők is indiánok voltak. Hála legyen. Hau! Enikő, megkeresztellek téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Mennyi? 875 könyvfőnek. Hozd ide a gyereket. Ha még egyszer meglátlak a feleségem körül ólálkodni, akkor ez a szakállas úr leoperálja a pöcsödet. Ez a mosolygós meg visszavarja a homlokodra. Megértettél? Na, kísért ki az urat. Egyel többet. Add ide, mert rádöntöm. De. Jó, igen. De ne az én kocsmámba, jó? Ne szarj meg, kifizetem. Az én pénzemből mi? Mm.
Én tényleg kinyírom ezt a kis faszt. Miért hoztad ide, mi? Mi? A te óvodásod is itt van. Az más. Ja. Ön dolgozik. Nem bánhatsz úgy vele, mint egy csomaggal, amit egyszerűen átsempészel a határon. Az apám egy ember. Csak volt. Már csak egy hulla. Te viszont egy patkány vagy. Átsibolni a határon a halott apámat csak azért, hogy ne kelljen a hazaszállításért fizetni, hát egyszerűen megáll az ezen. Hagyd már abba! Különben mi is átmegyünk a Jordánon. Egyébként éhes vagyok, és most megállunk enni. Képes vagy ilyenkor is zabálni. Neked nem muszáj. Én vagyok az ukros. Szép kis karácsonyi ajándék. Hozzuk az apádat is. Én tudom, hogy te sohasem szeretted az apámat. Félek. Szerettem. Az apám. A kocsim. A bundám! Ha most nőbe kezdesz, megfojtalak! Egyébként is itt hagylak. Holnap reggel Pesten kell lennem! Megérdemelted! Ezt megérdemelted! Mi van? Ideges vagy? Az vagy mi? Ellopták a kocsidat! Nem mehetsz haza! Nem mehetsz haza! Nem mehetsz haza! Látod? Mégsem mehetsz haza! Mi olyan sürgős, hogy így rohansz? Holnap nyílik a kiállításom. Tényleg.
tényleg. Mi járatban vagy, te nagyon hangos idegen. Ez nem a te kultifi. Ez itt, a mi erdőnk. Fölösleges ordítanod, mert elriasztod a vadakat. Na menj az anyádba, az én gyerekemet ne csapkod körbe kis baltával, mert széthasítalak, megáll az eszem. Az neked nincs ápatlanszó idegen, különben nem beszélnél így velem. Tudhatnád, a halálfia vagy. Neked elment az eszed, hát ez nem játék a kurva életben. Mi van, beleáll a balta a fejébe? Tamás, tisztára elment az eszed! Tamás! Gergő! 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 Tamás! Kérlek! Van nálad Kölni? Vagy esetleg szemöldök csitesz? Nem. Nem hoztam magammal semmilyen földi hívságot. Csak a kis baltádat, azt hittem, örülni fogsz neki. Miért nem próbáljátok szabadban? Ne vieskedj, most komolyan beszélek. Van nálad szemöldök csipesz? Hogy Kölni? Miért? Azt hiszem, kullancs ment a farkamba. Már úgy vártalak. Te itt van több is. Igen? Uh-huh. Ezt mi sápatarcúak úgy hívjuk, hogy lapos tető. Borzalmasak vagytok. Tudjuk. Borzalmasak vagytok, ti férfiak. Mi férfiak? És ti nők? Menjünk, kislányom. Hagyjad csak. Várjál. Azt hiszi, hogy viccelek? Azt nem hiszem. Humorod ugyanis sosem volt. A gyerekeimhez pedig semmi közöd. Én tartom el, én nevelem őket. Aha. Sőt, te szülted őket. Igenis. Átvitt értelemben én szültem őket. Te átvitt értelemben speciál nem lehet szülni. Szülni csak konkrétan lehet. Jó, ez most mindegy, ez most nem számít. Te akkor is csak biológiailag vagy a kurva anyjuk. És a természet szükséges látszeme. Na, átvitt értelemben. Aha. Szóval átvitt értelemben én vagyok az anyjuk, mivel átvitt értelemben te szülted őket. Oké. Te fordulj bizalommal orvoshoz. Azt javaslom, hogy felezzük el a gyerekeket igazságosan és most. Te. Hosszában, keresztben, vagy átvitt értelemben?
A Yichingben azt dobtam ki, hogy hozzászokni a veszélyhez az a legveszélyesebb. Ez egy fázis, amikor feltűnik a feltűnő. Elmúlt a bugyú állapot, beindul a program. Az lehet, hogy nem a tiéd, de ez senkit nem érdekel. És a legkevesebb problémát azzal okozott, ha magadinak vallod. Mm-hmm. Persze ez egyre nagyobb mennyiségű alkoholra van szükség. Lajos. Hello, Enci. Hello, parancsoljanak. Kösz. Te elegem van abból, hogy zokniban szeretkezzenek velem. Elegem. Még nem jó. Már nem jó. Világéletemben attól rettegtem, hogy fölébredek, mellettem fekszik a férjem. Adjam még egyet. Életem párja. 100 éve. Horkol, ránézek, és nem értem, hogy ki ez a hülye idegen itt mellettem. Azt mondta, megöl, ha elhagyom. Nekem is ezt mondta. De én nem félek. Nagyon nehéz valakit kinyírni. Meg aztán ahhoz férfiak kellenének. De hát ezek estére olyan fáradtak, hogy a saját farkukat nem találják meg a gatyájukban. Hát te csak szeretnél egy olyan férfit, aki ölne érted. Álmodsz, baby, álmodsz. Nézzék körül. Hello, Lali. Hello, Enzi. Barbie. Mindegy, én akkor is lelépek. Az jó, de hova? Mindegy, elegem van. A fél világirodalom tele van, szerelemből elkövetett hirtelen felindulással, és szarok a Shakespeare-re, és szarok a Tolstoy Leóra, és szarok a Flaubertre. A puskájával együtt szarok rá! Ez az én életem. Ez nem film. Na jó van. Ez nem regény, érted? Ez nem színdarab. Ez az én sztorim, érted? Az enyém, az enyém, az enyém. Látok, hogy elmennénk úszni. Te, Emma, annyira terhes vagyok magamnak. Én meg terhes vagyok. Tényleg terhes vagy? Bárcsak én tartanék már itt. Hol, te bazd meg? De hol? Hogy összebútorozz az első számú közellenséggel, aki hódolatát azon a különös módon fejezi ki, hogy Terminátort játszik vele. Vetes látleleket. Minden. Akkor jó. Persze, akkor fel lehet jelenteni, ezekre jogállamban élünk. Te, ennek a Terminátornak akarsz te gyereket szülni? Ennek. Ne, ez jutott ne. Ez hülyeség. Akkor mi a frászt csináljuk? Vetesd el. Elvetettem egy gyereket. Az ettenetes. Én már most elvetettem. És tudod, kitől van? Hát, az egyiktől. Vagy még van egy lehetőség. A másiktól. De most hát tényleg menjünk a vízbe, jó támogatni. Szó, na! Kérlek, nem. Masszázs. Masszázs, egy jó masszázs. Többet ér, mint egy rossz basszázs. Kipszás? Nem uszok! Uszom. Uszom? Uh-huh. Én nem uszom. Iszom! 3 egyforma! Le van szarva. Na! Még a szar is le van szarva. Mi van, anyukám? Itunk még egyet? Lalikám! Legalább mi. Elhagyott lövészárkok, tartsunk össze. Ciao! Ja. Ciao! Lali! Lali! Ciao! Lali! Lalikám! Szület van! Ciao! Ciao! Mások! Ütött az utolsó rátok! Oh!
alulírott Eszenyi Enikő elismerem, hogy Gálfi Lászlóval közös gyermekeimet, a 16 éves Sárát és a 8 éves Gergelyt, a továbbiakban Sára és Gergely, mivel bizonytalan anyagi körülmények között élek, nem tudom eltartani. Alulírott elismeri? Alulírott elismeri. Igen? Igen. Ezért gyermekeim édesapjával a következő megállapodást kötöm. Minden naptári hó 1-től 15-ig Gergely fiam nálam, Sára lányom az apjánál tartózkodik. 15-től pedig Sára lányom nálam, Gergely fiam pedig az apjánál fog élni. Majd a fentnevezett napon kicseréljük őket egymás között. Alulírott beleegyezik? Alulírott beleegyezik. Igen? Igen. Kérem, figyel ön egyáltalán? Hogyne, hogyne. De ez most házasodunk, vagy válunk? Te ne haragudj, Laci, csak... Mit gondolsz? Ez tök olyan, mint egy házasságkötés. Csak éppen válásnak hívják. Ja. Ja, persze. Nincs az öreg út talpik piros-fehér-zöldben. Értem. Avamatár. Az mi? Mész ölni. Ez egy spanyolmondás. Ha valaki nagyon kicsicsázza magát, azt mondják. Avamatár. Mész ölni? Nem, de bevetésre készülök. Aha. Akkor azért egy kicsit vegyél le a make-upból. Ezt művészeti konzultásként jegyzem meg. Mert még mindig most is neked drukkolok. Nem is idegesít, hogy randim van? Először is nincs. Sajnos. Honnan tudod? Ronda vagyok, mi? Mondd ki, rondának találsz, ugye? Undorodsz tőlem. Nem találok rondának. Viszont undorodom tőled. Persze, mert iszom. Iszom. Egy olyan nővel élek együtt, aki a pianót felerősíti. A fortissimót viszont lehakítja. Miközben én féltő gondra figyelem a saját széthullásomat. Ahhoz, hogy figyelőképes állapotban tudj maradni, ennél kicsit kevesebbet kéne innod. A széthullást. Széthullva. De beszéljünk inkább a nőkről. Vagy a művészetről. Szerintem a legfontosabb művészet a nő. Állítólag mond, miért iszol állandóan? Azért. Mert az alkohol lerövidíti az utat köztem és az emberek között. És a valóságból épp elég ennyi. Miért?
Részegen is elég szép képeket festek, nem? Évek óta csak piramel. Fasz! Tudsz ennél jobbat? Ezek eszenciális alapegység. Megtétlenkedj! Nem jutsz hozzá, amit kívánsz. Kívánd, amihez hozzájutasz. Meg foglak csalni. Érted? El fogok szedni egy pasit, mert nem akarok úgy élni, hogy mindent csak Dabke csináljak. És ugyanezt látom rajtad is. Muszáj szétmenni, mert különben meg fogunk dögleni. Lehet, hogy egyébként is. Nem kéne tutira menni. Mit szólnál, ha szülnék egy gyereket? Ha lenne egy közös kisbabán? Te nem vagy normális. Én naponta átfesteném, ha nem tetszik nekem. Te meg egyfolytában játszanál neki. Melyik darabból is? Olyan szerep nincs, amire egy kisgyereknek szüksége van. A gyerekek nagyon konzervatívak. Ezt a nagymamám mondta. Elhiheted. És te se akarj egy alkoholistától. Mentem az utcán. Egyszer csak találkoztam egy régi barátommal. Már beszülő mondtam is neki, hogy szavasz! Erre üdvözöl! Szia! Kérdezem tőle! Hogy vagy? Kösz szépen, jó! Mi újság? Úgy egyébként? Semmi különös! Hol a kérdelem? Meglátogatom.
mama! De... Anyás! Egyszer úgyis megöllek. Annyira szeretlek. Na, ne szeress ennyire.
Hai kataringer kadala chorra mo. Tu chorra kadala chorra rakhya. Lasci ratti, mamma. Mamo. Shatar mandar hai gashi. Na romani shei kadi. Bukla. Hai chorri chirikyi. Mejana. Muli mati. Bukla. Jataraba. Abda dikhej. No. Shabo avlatu. Ando burko ker jolatu ke. Hajnak ker tu dia la sado kurre le stele kantan das kate. Ja inger la katar, no. Jara. Két foggal születik a fiunk, és burokba. Én megcsókolom a lábad nyomát. Én tejbehajba foglak fürözteni. Lehozom neked a csillagos eget. Te nem ismersz még engem. Nem ismersz engem. Én megcsókolom a te lábad nyomát. De hát nekem férjem van. Nem érdekel. Nem érdekel. Kell lesz nekem. Megtaláltalak, és az enyém vagy. Az enyém vagy. Megtaláltalak, és nem engedlek el soha. Nem engedlek el soha. Már megint tök részeg vagy. És milyen büdös. Erre ugyanis tudnék válaszolni. Lenne egy listám. Tudod, drágám, nem kellene mindent olyan komolyan venni. Mondd, papa! Te nem őrülsz meg ettől? Én már megőrültem. Nem látod? Hát mit csináljuk? Bizonyos szempontból nagyon érdekes. Mi? Szétrepednek a falak a tamtam doboktól. Tudod, drágám, minden ember egy másik kultúra, ha úgy vesszük. Thank you.
tele van egy egész bantu néger csapattal a lányszobám. De hát a hugod is a lányunk. Azt tudom, mindig is csak ő volt a lányotok, azt tudom. Mert vele mindig valami nagy baj van, ugye? Mert ő érte mindig aggódni kell. Hát én velem is nagy baj van, értitek? Én velem is nagyon nagy baj van! Mi van az anyátokkal? Mi van az anyátokkal? Én nem értem, mi van az anyátokkal? Hát nem... Te se tudod, babukám. Honnan tudjam? Te élsz vele! Én csak fölugrottam! Egyszer az életben csinálj valamit! Egyszer az életben csinálj végre valamit! Hagyjátok már abba! Hagyjátok abba! Majd most hívja a szellemeket! Várom. Az ismerkedéshez. Nem mindegy. Valamikor túl kell esni rajta. Muszáj nekem megvárnom a férjedet? Én is félek tőle. Kiszámíthatatlan. A szíjuk nagyfőnöke nem hátrálhat. Azt hiszem, te vagy az idősebb, Ambrus Tamás, de szólítsány ült. Ez nem normális, bannak. Fizetni ki fog? Mit mutat az óra? Nincs óra. Nincs óra, nincs pénz, öreg. Azt szeretném én látni. Akkor nyissad ki a szemed. Állj meg! Állj meg a kurva anyát! Mi a fasz tugatsz, bassz meg? Mi a kurva anyára tugatsz, bassz meg? Nekem feleségem van! A feleségem van, bassz meg! Egyes tetulánának nincs feleségem, bassz meg! A kurva anyára, bassz meg! Kurva anyára! Kurva anyára! Nekem feleségem van, érted? Feleségem van! Teremtés koronái. Mi? Ti vagytok a teremtés koronái? Hát én igazán toleráns vagyok.
Nekem minden belefér. Néha több is. Jó, mindent lehet, de ha nincs határ, akkor mi van? Enikő, neked, szóval benned, szóval veled, ez... Csak azt akartam megtudni, milyen voltál fiatalon. Ez egy időutazás. Ez szerelmi időutazás, nem inflagranti. Neki én voltam az első. Ennek nagyon örülök. Egyébként ez az egész baszás állati szar. És nem tudom, hogy mit esztek rajta. Hülyének hülye volt. De azért nem hagyom itt befalazva. Segítsél a mamának. Anya, csak egy sincs. Na? Na, nézd ide. Borka, hozd ide. A kezére. Jól van. Nagyon álmos az a baba. Nagyon álmos. Nézd, mi van a kezemben. Nézd csak, mi van a kezemben. Nézd már ide, mi van a kezemben. Nem hagyhatsz el. Velünk kell élned tovább. Csak ezután nem fogászhatsz bele a dolgaimba. Ki ez? Az anya. Mit akarsz? Téged. Miért pont engem? Én már megvoltam neked. Ne hülyéskedj, ez most komoly. De, hülyéskedek.
Végre hülyéskedhetek. Kikerültem a fennhatóságod alól. Gondolod? Hát, remélem. Gyere haza, kérlek. Mi? Ha nem jössz, én megölöm magam. Részeg vagy. Lehet, de megteszem. Mit csinálsz most? Semmit. András. Semmit. András. 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 Vigyázz! Takarod! Te szemét gyilkos! Azt akartad, hogy elvetélek, ugye? Ugye azt akartad? Nyugi! Vigyázz a gyerekünkre! Honnét tudod, hogy a tied? Mert hasonlítani fog rám. Minden hülye pasas azt hiszi, hogy csak is kizárólag, és hogy ő rá. Barbara, ez most nem vicc. De ez egy nagyon jó vicc. Drága mama, ugye nem hagysz itt te is minket? Sokszor puszil, Gergő. Mit csinál? Semmit, mint mindig. Mióta vagytok itt? Még sötét volt. Egyedül van? Egyedül, mindig egyedül van. Ez nagyon hülye ez a főnök, mi? Hát mondasz valamit. Ne félj, nem bántalak, nem bántalak. De hát mindig bántasz. De nem akarlak. És most már nem is foglak.
Laci? Laci, hol vagy? Laci? Itt van vagy? Laci? Laci. 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 Hol vagy? Laci. 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 Én vagyok a férj. Komolyak a szándékaim. Egy négyzetméter vodkát.
Mennyi? Mi mennyi? A nő. A feleségem? Szeretem. A szemem fénye. Az életem reménye. Mennyi? Nincs ára. Mindennek van ára. Erre most mit mondjak? Hogy mennyi? És ha nem eladó? Akkor viszem. Muszáj. Nagyon kell. Kérhet akármit, nem fogok alkudni. Fizetek is kész. 1 millió. Elhúzatom a nótáját. Mi a nótája? Ami a tiéd, az az enyém is. Nem adnak. Nem adnak. Engem valamból. Nem adnak, nem adnak. Engem galambok. Inkább adnak engem, inkább adnak másnak. Vannak a száz ökröt, fekete zsubásnak. Nézését, a járását, meg a csípőjének a ringását. 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért nem adnám. Meg a járását, meg a csípőjének a ringását, de 100 aranyért. Narodzin do Shavuot. Vera.